Thank you.
Jó estét kívánok! Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeink! Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat a Balatonszászói Nagyközségi Önkormányzat és a József Attila Általános Iskola megemlékezésén, amelyel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója előtt tisztelgünk. Tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent Bíró Norbert urat, a Somogy megyei közgyűlés elnökét. Valamint a megjelent díszpolgárjainkat. Az elmúlt fél órában a Tabi fuvolzenekar játszott, vezényelt Sternoszky László. Kérem, énekeljük el közösen a himnuszt a zenekar kíséretében. Felkérem Bíró Norbert urat, a Somogy megyei közgyűlés elnökét az ünnepi beszéd megtartására. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy együtt ünnepelhetjük nemzeti ünnepünket. Ha kell, hát százszor újra kezdjük, vállalva ezt a legszebb küldetést, mert a szabadság a legtöbb, amit adhat önmagunknak az emberiség. Tisztelt hölgyeim és uraim! Sokan sokféleképpen fogalmazták meg az idegen hatalom rabigája alól szabadulás igényét, de ha csak két sorral kellene kifejezni, mire is vágyott a magyar nemzet 171 éve, akkor Juhász Ferenc gondolata az elsők között kell, hogy szerepeljen. Ez a hit vezetett el 1848. március 15-éhez, hiszen a magyarok tudták, joguk van a szabadsághoz és az önbecsüléshez. Hittek abban, hogy Magyarország megáll a saját lábán, és ér annyit, mint bármely más nemzet Európában. A magyarok 1848-49-ben ugyanazt akarták, amit Szent István óta mindig és ma is. Független nemzetet, amely maga dönt a sorsáról, az ország ügyeiről és a szövetségkötésről is. Mindennél büszkébbnek kell hát lennünk a szabadságunkra, mert a történelem megtanította, hogy a mi szabadságunkat az elnyomó hatalmak mindig el akarták venni. Így volt ez évszázadokig, mikor a török birodalom, a Habsburgok vagy a szovjet elnyomás ellen is a legerősebbekkel, a leghatalmasabbakkal kellett szembeszállnunk. Akik bár időről időre elvették szabadságunkat, de önbecsülésüket sohasem sikerült. Tisztelt emlékezők! Az 1848-as események több üzenetet hordoznak. A példaértékű nemzeti egységet, az összefogást, a tenni akarást, a hősiességet.
A bátorság egyedülálló példáját hagyták ránk elődeink. Szabadságot, függetlenséget akartak. És bizony ezért sokan a létező legtöbbet, az életüket áldozták. Emlékezzünk hát a vértanúkra, a hősökre. Ünnepeljük őket, és ünnepeljük az országot, a nemzetet, amiért a vérüket adták. Hajtsunk fejet a kopjafák előtt, a temetőkben, az emlékhelyeken, hajtsunk fejet a mártírok előtt. Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Petőfi Sándor, az aradi 13. Neveikből merítsünk erőt, kitartást mindennapi munkánkhoz, országunk, megyénk, településünk felépítéséhez. Ők erősíthetik meg hitünket, nemzeti önbecsülésünket, hazaszeretetünket. Emlékezzünk arra a 15 ezer felkelőre is, akik Noszlopi és Berzsenyi Dániel fiának hívószavára katonának álltak Somogy falvaiból, hogy teljesítsék Kossuthtól kapott megbízásukat. Tisztelt hölgyeim, ünneplő közönség! Függetlenségi harcunk akkor ugyan elbukott, de az áldozat nem volt hiába való. A küzdelem meghozta gyümölcsét. A modern, polgári Magyarország megszületett, fejlődését nem lehetett többé feltartóztatni. 1848 forradalma és szabadságharca közös európai értékért folytatott küzdelem volt. Legyen béke, szabadság és egyetértés, hangzott el a 12 pont felvezetése. A szabadság mindnyájunké, a szabadság nélkülünk nem létezhet. A szabadság út, amin járni kell, ígéret és lehetőség, amit valóra kell váltani. A szabadság kötelesség, magunkkal és közösségünkkel szembeni kötelesség, amit teljesítenünk kell. A szabadság élet, amit élni kell. A szabadság örökség, amit tovább kell adni. Ezen az úton közösen járhatunk, ezt az ígéretet csak együtt vállalhatjuk valóra, ezt az életet csak együtt élhetjük meg. Más szóval, csak együtt lehetünk szabadok. Globalizált világunkban ma nem megteremteni, hanem megőrizni kell a nemzeti önállóságunkat, melyből sohasem engedhetünk. Ma hinnünk kell nekünk is, hogy képesek vagyunk minden akadályt legyőzni, képesek vagyunk országunkat az itt élők akarata szerint építeni. A mi nemzedékünk sikere az lehet, hogy megtartjuk az ország önrendelkezését, szabadságát, megóvjuk keresztény hagyományainkat. Hogy gyermekeinknek egy sikeres, öntudatos Magyarországot adunk át, ahol nem kell félni a bizonytalanságtól, a kiszolgáltatottságtól. Ahol felelősen tudunk élni a szabadsággal, rajtunk múlik, mivé fejlődik Somogy, mivé fejlődik Magyarország. Széchenyi, Kossuth, Petőfi, Noszlopi, a 48-as forradalmárok és szabadságharcosok példát mutattak országnak, világnak. Bebizonyították, hogy magunknak, Magyarország polgárainak kell meghatároznunk saját jövőnket. Ez épp úgy igaz volt 171 évvel ezelőtt, mint ahogyan igaz ma is. Tisztelet a bátraknak, akik saját kezükbe vették a nemzet sorsát, még ha magukra is irányíthatták azok haragját, akik addig kezükben tartották a magyarokat. 1848 öröksége, hogy Magyarország legyen szabad, független és Magyarország. Ebben benne van minden, amire ma szükségünk lehet. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ünnepségünk folytatásában a Nyugdíjas Klub dalköre Kossuth nótákat énekel. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindjájunknak el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Kossuth Lajos író leáll, nem kell még így egy a világ, megírja ő a levelet, a ragyogó csillag mellett, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Esik eső karikára,
Kossuth Lajos kalapjára, valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Kossuth Lajos táborába két szál major állna, egy szép barna magyar huszár, sejlobát karéjozza. Ne karéjozz magyar huszár, mert leesel róla, nincsen itt a te édes anyád, se aki megsíratna. Ne sírasson engem senki, jól vagyok tanítva. Sem lépésbe, de sem vágtába, sejle nem esek róla. Mert a huszár a nyeregbe bele van teremtve, mint a rozmaring a jó földbe, sejbe legyökerezve. Most szép lenni katonának, mert Kossuthnak megbúválnak. Kossuth Lajos nem lett volna, katona se lettem volna, éljen, éljen a nemzet. Gyere, pajtás katonának, téged tesznek kapitánynak, pár esztendő nem a világ, éljen a magyar szabadság, éljen, éljen a nemzet. Akkor megyek katonának, ha leányok verbúválnak, páncikában kardot rádnak, azonnal lesen vágnak, éljen, éljen a nemzet. Tisztelt ünneplők! Az ünnepek jó alkalmak arra is, hogy a település nevében megbecsülésünket fejezzük ki azoknak az embereknek, akik sokat tettek Balatonszárszó községéért. Megkérem Dorogi Sándor polgármester urat, hogy fáradjon fel a színpadra. Megkérem dr. Ledermeyer Ferencné, dr. Kovács Mária Magdolnát, fáradjon fel a színpadra. A doktornő 1945-ben született Kőröshegyen. Gimnáziumi tanulmányait Siófokon végezte, majd Budapesten a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett fogorvosi diplomát. Balatonszárszon 1969. január 15-től látja el a fogorvosi feladatokat. 50 éve gyógyítja a település, továbbá a környék lakóit, és a mai napig nagy lelkesedéssel végzi a hivatását. Asszisztensével 30 éve dolgoznak együtt a rendelőben. Munkásságának 25. évfordulóján kiváló szakmai munkájának elismeréseként minisztériumi kitüntetésben részesült. Balatonszárszó nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete a Balatonszárszó díszpolgára kitüntető cím és a Balatonszárszó polgáraiért kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet alapján dr. Ledermeyer Ferencné, dr. Kovács Mária Magdolna fogorvos részére a balatonszárszói lakosok életkörülményeinek jobbítása, tevékenységének elismeréséül a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából 2019. március 14-én tartandó megemlékezésen a Balatonszárszó polgáraiért kitüntető díjat adományozza.
Kedves doktornő, tudom, nem a szónoklat nagymestere, igen, de azért szeretnék kérdezni egy-két apró dolgot. Kettőt, lehet annyit? Jó, annyi türelem van? Igen. Hát az egyik érdekes kérdés, amikor a pesti Juci néni, 95 éves volt, ismerjük a Juci nénit, aki szülészmama volt, és adott nekem egy nyilvántartást, amiben 1240 gyerek neve szerepelt, ugyanis annyi gyerek szülésénél asszisztált. Önnek van egy nyilvántartása? Hány fogat húzott ki, szárszól? Hát most hirtelen nem tudom megmondani, össze kéne számolni, de nagyon sokat, nagyon sokat. Szóval nincs ilyen nyilvántartás? Nincs, de össze tudom számolni. Nem, hát ez most vicces kérdés volt, úgyhogy gondolom, hogy ezt nem szokták számolgatni. Sőt, a páciensek nem is örülnek annak, gondolom, amikor sorra kerülnek, de nagyon sok embernek azt hiszem, hogy azt a szörnyű fájdalmat, amit a fogfájás okoz, ön orvosolta. Így volt? Igen, igen, igyekeztem mindig az elvárásoknak megfelelően dolgozni, és jövőben is így szeretnék. Na épp ez volt, lett volna a másik kérdés, hogy a jövőről hogy kell gondolnunk nekünk, mert sajnos lesz rossz fog később is. Hát igyekszem még egy kicsit, egy pár évig a feladatom ellátni. Egyetértünk? Akkor hajrá, tessék maradni. Megkérem Harmat Imrét, hogy fáradjon fel a színpadra. Harmat Imre több mint 8 évig vezette a Balatonszárszói Sportegyesületet. Az évek során a szakosztályok komoly sporteredményeket értek el, úgy külföldön, mint belföldön. Kimagasló eredményt értek el többek között a karate és az asztali tenisz szakosztály, akik valamennyi korosztályból részt vesznek a különböző versenyszámokban. Szintén kiemelkedő eredmény született a labdarúgás területén, az utánpótlásnál, ahol évente 50-60 gyerek ismerkedett meg a sportággal. Ugyanígy eredményesen működött irányítása alatt a szabadidő szakosztály is, ahol elsősorban a nők lettek bevonva különböző egészségmegőrző sportprogramokba. Az eltelt időszakban pályázati forrásból fejlesztve lett a központi sportpálya, valamint beszerzésre került egy új gépjármű is. Nyolc és fél év nem kevés idő, tudjuk, és hogy érzed most, hogy eltelt ez a 8,5 év? Nem fog hiányozni ez a sok fiatal, sportoló gyerek? Ilyenkor szokták azt mondani, hogy egy kő esett le az ember szívéről, hisz nem kis feladat volt, azt hiszem ezt mindenki így látja. Összefogni tulajdonképpen a szárszói fiatalokat, idősebbeket, hiszen elmondhatjuk, hogy a óvodásoktól egészen a nyugdíjasokig versenyeznek, vagy csak az egészségmegőrzés érdekében részt vesznek különböző sporteseményeken az emberek. Hát tudjuk, hogy Szárszón nagy múltja van a sportéletnek, már évtizedekkel ezelőtt is komoly sportélet volt, és tudjuk azt is, hogy a épp lélek, épp test harmóniája nagyon fontos. Hát a jövőben is, amennyi erőd van és lehetőséged, támogasd a sportolókat és a gyerekeket. Köszönöm szépen, és megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem polgármester úrnak, illetve valamennyi személynek, aki bízott bennem, aki bármilyen formában segítséget nyújtott a munkámhoz, és azt gondolom, hogy ez az elismerés azt jelenti, hogy a feladatomat talán becsülettel elvégeztem, amit vállaltam. Bízom benne, hogy hasonló sikereket érnek el sportolóink ezután is. Én kívánok hozzá jó erőt, egészséget mindenkinek. Köszönöm. Gratulálok még egyszer a ünnepelteknek, és önöknek pedig továbbra kellemes ünnepet. Megemlékezésünket az ünnepi műsorral folytatjuk a Haza mi vagyunk címmel.
amelyet a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. és 4. tanulói adnak elő. Fogadják őket sok szeretettel! Ünnepelni gyűltünk össze, emlékezni egy régi márciusra, emlékezni sorsfordító idők nagy alakjaira. A magyarok egyik legnagyobb ünnepe az 1848-as forradalomra való emlékezés. Ha meghalljuk március 15-ét, képek villannak be, látjuk magunk előtt a március ifjakat, képzeletben végigjárjuk a forradalom helyszíneit. Fülünkben ott cseng a csatazaj, és átjárja szívünket a fájdalom, amikor az aradi 13-ra gondolunk. Ha most feltennénk a kérdést, hogy ki a forradalom legnagyobb költője, ki az a lánglelkű vezér, aki százezreket tudott verseiben lelkesíteni, valószínűleg mindannyian Petőfi Sándor nevét mondanátok. Emlékezzünk most rá! A március Petőfi hónap. Ha süt a nap, ha fú a szél, ő ragyog itt a napsütésben. A szél szavával ő beszél. Nincs március Petőfi nélkül. E kettő egy, 100 éve már. Az ő szemével látjuk, ha madárka a bokorra száll. Nincs március Petőfi nélkül. Ő költötte el e hónapot, s olyanná lett, mint amilyenné az ő lantján fogantatott. Lángoló dala úgy szállt a nép szívébe, s úgy gyújtott, mint egy lángfolyó. És álmodó Európa közepén nincs többé haza, kerékbe törte vágyaink gyilkosok hada, gyűrű fogta szegény magyart, folyt csak folyt a vér, vértanúkról szól e dal, stán nincsen más remény, csak a visszatér, a költő, ha visszatér, míg a földön ember él, a költő visszatér, csak a költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér, míg a földön ember él, a költő visszatér. Ha ember él, ha ember fél, a költő visszatér. Emlékezni kell.
hogy ami elmúlt, vajon a jelenre. Jelen nevében vallatjuk a múltat, s jövendő nevében a jelent. Ha itt az ünnep, lelkünk mélyben néz, s magát keresve költőket idéz. És szemfedő lapod lerántod, kelj föl és járj, Petőfi Sándor! Zúg március, zápor, fénybe suhog a zászló, stűz a vérbe, talpra, Petőfi, sírodat rázom, szólj még egyszer a szabadságról! Talpra, Petőfi, sírodat rázom, szólj még egyszer a szabadságról! Talpra, Petőfi, sírodat rázom, szólj még egyszer a szabadságról! 1848 tavaszán Európa több országában kitört a forradalom. A Habsburg uralom népei önállóságra, függetlenségre vágytak. Prágában, Milánóban, Velencében, Bécsben feltámadott a tenger. Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijeszt veget földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokorra. Az árboc és vitorla megtörve tépve lóg. Tombolt ki te özönvíz, tombolt ki magadat. Utasd mélységes medred, és dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanúságú, ha bár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az ott. Kemény szél fúj, lángra kap a szikra. Vigyázzatok a házaitokra! Hát, ha mire a nap lehanyatlik, tűzben állunk már tetőtől talpig. Édes hazám, régi magyar nemzet, alszik-e csak a vitézség benned? Vagy apáink halálával elhalt? Illik-e még oldaladra a kard? Magyar nemzet, ha rád kerül a sor, lész-e megint, ami voltál egykor? Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg. Lassan hervadni el, mint a virág, melyen titkos vérek fogarág. Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott, üres szobában áll. Ne így halált adj Istenem, ne így halált adj én nekem. Legyek fa, melyen villám fut keresztül, vagy melyet szélvés csavar kitövestül. Legyek kőszírt, melyet hegyből a völgybe eget földet rázó mennydörgés dönt le. Az akkor még csupán 100 000 lakosú Pesten a Pilvax kávéház volt a legnépszerűbb találkozóhelye az egyetemistáknak. 1848 tavaszán így gyülekezett az a forradalmi hangulatú csoport élükön Petőfi Sándorral, Jókai Morral, Vasvári Pállal, akiket már akkor is márciusi ifjaknak neveztek. Páran voltak, de gondolatai felgyújtották az egész országot. Az országon végig söpört a forradalom. Lássuk, mi történt Pesten. Itt az idő, itt az idő, a hősi mutatványra. Itt az idő, az önfeláldozásra. Itt az idő, a hősi mutatványra. Érdemes, miért indultál el? Ha nem hiszed, hogy sikerül, miért?
miért nem adtad fel? Ha nem hiszed, hogy megéri a szenvedéseket, miért nem dobod el magadtól ezt az életet? Sem alkotni, sem élni nem lehet. Petőfi, Jókai, Táncsics, 1848. Talpra magyar, ébredek és irány a Pilvax. Nálam a nemzeti dal, amit előző éjjel írtam. Pár barát már ott várt, Jókai itt szólott. Menjünk hozzám, szerkesszük meg a 12 pontot. Először a Pilvaxban hangzik el, mit akarunk. Szavunkat adjuk, hogy ma a népünk felszabadul. Az egyetemek udvarán a diákok már várnak. Székre állva szólok. Gyávák hátra, jöjjenek a bátrak! Szakadó esőben megyünk szakadatlan előre. Ha nem adják szabadságunk, majd elveszük erővel. Az utcáról egyre nagyobb tömeg tart velünk. Tépd le a láncot, a kard jobban áll nekünk. Kinek drágább rony élete, mint a haza becsülete. Fényesebb a láznál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híjéhez. Mit ráérhetek a századok, lemossuk a gyalázatot. Hogy sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Piros, fehér, zöld, erő, hűség és remény. E három szín 1848 óta jelképezi a magyarok nemzeti összetartozását. Azóta viseljük szívünk fölé tűzve a kokárdát, melyet tiszteletünk jeléül mi is feltűztünk. Színű magyar zászló, de kedves vagy nékem, bánatomban vigasztalom, édes reménységem. Piros vitézségét, fehér a hűségét, zöldje a magyarnak minden reménységét. Három színű magyar zászló, de kedves vagy nékem, bánatomban vigasztalom, édes reménységem. Büszkén zeng a jelszó, délcen völgyön hangzó, Isten áldjon, Isten óvjon, drága magyar zászló. Piros, fehér, zöld a zászló, álljon alá, aki magyar, háromszínű zászló alatt, bátor a szív, erős a kar. Ki a zászlót az utcára, aki legény, mind alája, elég volt a tömlöc börtön, jobbágynak az úri földön. Tűzzünk ki kokárdát, énekeljük a forradalom dalát, lengessük meg bátran a magyar lobogót, s zengjük a szabadság himnuszát. Rajta, rajta, jó katonák, zászlónk lengjen, égjen, verjük le az ellenséget, fusson messze végre!
forradalom néhány nap alatt győzött, de a bécsi udvar csak időt akart nyerni. A kivívott eredményeket meg kellett védeni. Megkezdődött a szabadságharc. Aulich. Itt leszek. Damjanics. Itt leszek. Dezsőfi. Itt leszek. Lázár. Itt leszek. Pöltenberg. Itt leszek. Schweidel. Itt leszek. Récsei. Itt leszek. Török. Itt leszek. Szakadás. Belevész minden szerelmiének, a nagy dalosnak gondja más. Országok égnek, alapjaink a mindenségnek. Világok rengnek, tűzcsóvás csillagok kerengnek, itt az idők teljessége. Magyar szabadság, magyar nemzet, hitvány ki mást akar. Híj a haza, Isten vele szép ifjú hitves, félrelant. Kardot ragadt, repült, rohant. Háromszínű szent jelet követte hősül ott, ahol acélizörejben, ágyudörejben, füstöl, tüze, zakatol a harci pokol.
földön is harag, az égen is harag, kifolyt piros vér és piros napsugarak. A lemenő nap olyban, bíborban ragyog, előre katonák, előre magyarok! Legelsők, kik tenni mertünk a honért. Mi emeltük fel először a cselekvés zászlaját, mi riasztók föl zajunkkal nagy álmából a hazát. A földet, mely koporsó volt, s benn egy nemzet a halott, megillettük, és 14 millió szív földobogott. Egy szóvá, s egy érzelem olvadt össze a haza, az érzelem lelkesülés, a szó szabadság vala. Ó, ez ritka szép látvány volt. S majd, ha vénül a világ, elmondják az unokáknak ezt a kort a nagyapák. És mi Bécsben hírben álltunk, míg tartott a küzdelem. De becsünknek, de hírünknek vége lett nagy hirtelen. Legyen tehát a tiétek a dicsőség és a bér. Isten neki, nem küzdénk mi sem dicsőség, sem díjért. Amban lelünk mi jutalmat, megnyugszunk mi azon, bárki és a dicsőség, a hazáé a haszon. ...1849 nyár végére minden remény elveszett. Ferenc József osztrák császár segítséget kért az oroszoktól. Maroknyi seregünk elvérzett a többszörös túlerővel szemben. Nem tudtuk megvédeni kivívott szabadságunkat. Pedig sokan az életüket adták érte. Van, akiknek a nevét megőrizte az utókor, míg mások névtelenül áldozták fel életüket a hazáért. Dicsőség nektek, bátor hősök! Nem vérző világ, vakidők, nincs élő virág, nincs nyár se fény, nincs már remény, csak a csönd és a néma imák. Nincs hőslegény, nincs ő meg én, csak a csönd és a néma imák. Félnek a félholt utcák, összebújnak a szétszórt ruhák. Nincs már zenénk, nincs már mesénk, csak a füst és a könnyes homály. Katonák, katonák, hova mentek katonák? Árva lány a világ, együtt sírnak az anyák. Katonák, katonák, lángban konyhok, paloták, térdre hullnak, elmúlnak a fák. Katonák, katonák, hova mentek katonák? Árva lány a világ, együtt sírnak az anyák. Katonák, katonák, lángban konyhok, paloták, térdre hullnak, elmúlnak a fák. Vesztettünk, elvesztettél, s veled elvesztem én. Vesztes vagy, veszett világ. Katonák, katonák, hova bújunk katonák? Mágia láng a világ, hova bújtok katonák? Katonák, katonák, hova tűntek a hazánk? Pokol mély, fiúk és apák. Oda juttok, ha mentek tovább.
golgotára, ráragyog a napsugára. Oda hull az őszi rózsa, hulló levél búcsú csókja. Bánat sír a száraz ágon, ott aluszta csendes álmát az aradi 13. Kossuth Lajos bánatában, bújdosik a nagy világban. Két szeméből hull a könnye, a bánat szívét összetörte. Kossuth Lajos, sír a népet, áldjon meg az Isten téged. Ha még egyszer azt üzenet, fegyvert ragad újra népet. Ó, jöjjetek ki, láncra vert rabok, lássátok a boldog dicső napot, s a honra, mely soká tűrt veletek, derült, vigaszt és áldást hozzatok. Emeld föl fejedet, büszke nép, viselted a világ szégyenét. Emelkedj magasba, kis haza, te az elnyomatás iszonya. Emeld föl szívedet, nemzetem, lángoljon a világegyetem. Ezt a napot mégsem felejthetjük el soha, azért, mert példát mutattak bátorságból, és példát mutattak összefogásból is. Soha ne feledjük, míg a múlt beteg arcról és gyászról mesél. Van egy út, és a holnaptán békét ígér. Ez a föld tele könnyel, mint a szó melegével, és a szívünkkel szállítunk fel. Ez a sors, amit élünk, csak egyszer miénk. Ez a hely, ahol érzed, hogy otthon vagy rég. Ez a föld tele könnyel, mint a szó melegével, és a szívünkkel szállítunk fel. Ez a sors, amit élünk, csak egyszer miénk. Ez a hely, ahol érzed, hogy otthon vagy rég. Ez a föld, tele könnyel, mint a szó melegével, és a szívünkkel szállítunk fel. Míg a múlt ezer harcról és gyászról mesél, van egy út, és a holnap tám békét ígér. Ez a föld tele könnyel, mint a szó melegével, és a szívünkkel szállítunk fel. Az idő úgyis elszáll, mint mással szállt rég. De míg élsz, mindig érez, hogy otthon vagy még. Ez a föld tele könnyel, mint a szó, és a szívünkkel szállítunk fel. Míg a múlt ezer harcról és gázról mesél, van egy út, és a holnap tám békét ígér. Ez a föld tele könnyel, mint a szó melegével, és a szívünkkel szállítunk fel. Ez a sors, amit csak egyszer miénk. Ez a hely, ahol érzed, hogy otthon vagy rég. Ez a föld tele könnyel, mint a szó melegével, és a szívünkkel szállítunk fel. Az a perc most eljött, és nem lesz több más. Mire vársz, ha holnapnál messze kell láss? És a szívünkkel szállítunk fel. Ez a föld tele hittel, mint a szó erejével, és a szívünkkel támasztunk fel. Van még dolgunk a világban, bőven van mit tenni.
gyönyörűen beszéltek, öröm hallani a hangtok, és remélem, hogy reméltek még jobbat, miben vagytok, mert nincsen határ ottan, ahol egy nyelvet beszélnek, és testvérnek hívják az embert. Adjunk hálát az égnek. Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját elkopni nem hagyom. Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját elveszni nem hagyom. Magyarul mosolygom, magyarul tűrök, magyarul küzdök, magyarul dobbanok, és magyarul álmodom, én magyarul álmodom. Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját elkopni nem hagyom. Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét, a gyerekeim hangját elveszni nem hagyom. Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét, elkopni nem hagyom. Az ünnepi műsort összeállította és betanította Szabó Zoltáné Gelencsér Ilona, az általános iskola intézmény vezetője. Szólót énekelt Koncz Gál Anna, Domján Alexa és Krug Szintia. Hegedű játszott Winkler Laura, zongorán kísért Koncz Gálné Gas Emese, az iskola zenepedagógusai. Hang- és videotechnika Kilvinger Gábor és Szabó Dániel. Köszönöm, hogy eljöttek, és együtt ünnepeltünk, együtt emlékeztünk történelmünk legszebb márciusára. Ünnepi megemlékezésünk zárásaként a zenészek kíséretében énekeljük-e közösen a szózatot.